2019. október 24-én megalakult Komárom új képviselőtestülete. Az ülésen dr. Homonai Bendegúz, a választási bizottság elnöke ismertette a választás eredményeit. Majd dr. Molnár Attila polgármester tett esküt. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Komárom város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. A képviselőtestületnek 12 tagja van. Dr. Molnár Attila, Takács József, Dr. Kraft Horváth Loránd, Nagy Nikolett, Hajnal Dóra, Dombai Gábor, Vajda Bence, Szabó István, Cita János, Dr. Nemes Andrea, Dr. Koncer Erik és Horváth Zsolt. Az ülésen a képviselők esküt tettek és átvették a megbízó leveleiket a választási bizottság elnökétől. Megválasztották az alpolgármestereket is. Komárom város főállású alpolgármestere lett Turi Bálint. Társadalmi megbízatású alpolgármestere dr. Kraft Horváth Loránd és Cita János lett. Az alakuló ülés zárásaként Máté László református esperes és Brosz Gergely katolikus plébános Isten áldását kérte a testület munkájára. Hogy szolgálhassa a rájuk bízottak testi és lelki jólétét, az ő nevének dicsőségét. Amen. Papi kész feltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.